38. fejezet Mit keresett Böden bankár Trüvilban? Kiderül, hogy más néven bár régi ismerős. Egy dráma erőjátéka. Amit még ki kell találni. Osztozkodás három felé. Elkészül a hetedik Károly. Elutazunk Trüvilban. E kaland estéjén az új fürdővendég hozzám lépett és elismeréssel nyilatkozott ügyességemről, ami jó alkalom volt arra, hogy beszélgetni kezdjünk. Kiültünk a meredek sziklapartra, és ott folytattuk az eszmecserét. Egyszer csak megjegyezte a bankár: Azt hiszem mondhatok magának valamit, ami meglepné. Mi volna az? Hogy én félig meddig a maga kedvéért jöttem ide? Az én kedvemért. Az a név, hogy Böden. Nem mond magának semmit? Sajnos nem. És az a név, hogy Dino, csak nem Viktor Dükons társzerzője. Az vagyok. Magával itt a 30 év vagy egy játékos életet című darabot? Velem, jobban mondva, velünk. Hogy érti ezt? Úgyhogy ketten vagyunk dükan társzerzői Gobó, meg én. De hiszen Gobót ismerem is, elsőrendű tehetségnek tartom. Köszönöm a bókot. Bocsásson meg, nem lehet az ember jó lövő és jó társalgó egy szemében. A puskámmal nem hibáztam volna el magát. Ami azt illeti, így se hibázott el. Mindjárt az első lövése úgy szólt, hogy Gobó kiváló tehetség. Én viszont tökkelütött hülye vagyok. Vajja be, hogy úgy se hitt el. Bevallom. Erre aztán ellevettük magunkat. Most azonban, szóltam aztán, mesélj el, miért kívánt velem találkozni, mert azt nem hiszem, hogy csak előbb elhangzott bókomat óhajtotta volna hallani. Egy színdarab tervét szeretné magának elmondani, melyet Gobbó meg én találtunk ki, de megbírkózni már nem bírunk vele. Ha azonban maga venné kezébe a dolgot, akkor olyan darabot írhatnánk, mely méltó párja volna a játékosnak. Meghajlással köszöntem meg az elismerést, arra pedig fogadást mernék kötni, folytatta Boden, hogy a téma megragadná magát. Van már valami határozott tervük, vagy még csak cseppfolyós halmaz állapotú az egész? Az előjáték elkészült, s meglehetősen tiszta, de hogy folytatni tudjuk, ahhoz már maga kell. Itt van magánál az előjáték? Nincs, mert egy szó sincs még leírva belőle, de ha akarja, elmesélhetem. Hallgatom. A jelenet Nordhamberlandben játszódik. Egy öreg orvos, akit, ha úgy tetszük, nevezzünk Gray doktornak, jó éjszakát kíván a feleségének. Az asszony aludni tér, neki, bár éjjel van, még dolgoznia kell egy ideig. Mihelyt az asszony kiment a szobából, kocsiál meg az ablaka alatt, és megjelenik egy férfi, aki orvost keres. Amikor Gray Doktor letagadja orvos voltát, az idegen utas szállás kér valakinek, aki már nem utazhatik tovább. Az orvos ajtót nyit, és színre lép egy állarcos férfi, aki egy asszony cipelbe karján. Szól a postakocsisnak, hogy fogjon ki, és rejtse el a lovakat meg a kocsit. Gratulálok! Kezdetnek kitűnő. Na no, most lássuk az állarcos férfit meg az asszonyt. Az asszonyt, aki közvetlenül szülés előtt áll, megszöktette a szeretője. Shieldsben akartak hajóra szállni, de a szülési fájdalmak erőt vettek a menekülő asszonyon. Minden nyomot el akart tüntetni, mert az asszony apja, a londoni spanyol követ, igen nagy hatalmú személy, már üldözésükre indult. Az orvos hozzálát a legsürgősebb teendőköz kinyit egy vendégszobát az állarcos utasnak, és odaviteti a vajúdót, aztán behívja a feleségét, hogy ápolja a beteget. Ebben a pillanatban egy hintó zörgését halljuk a ház előtt. Az asszony sikoltozni kezd, az orvos hozzásiet, az állarcos azonban visszatér a színpadra, mert nem bírja szerelme szenvedéseit nézni. De már is besiet a doktor, s közli vendégével, hogy az ismeretlen asszonynak fia született, anya és gyermeke jól érzi magát. Oden félbeszakított a szavait. E, mit gondol? kérdezte. Színpadra lehet vinni egy ilyen eseményt? Ha Terenciusz korában lehetett, akkor ma is lehet. Terenciusz korában? csodálkozott Böden. Hát hogy ne? Panfilia. Miserame. Differor doloribus. Juno lucina feropem. Servame. observo. – Régió, Hem, nunnam illa queso parturit. Panfília, jaj nekem, megöl a fájdalom. Júno, Lucina, jöjj, segíts, ments meg, könyörgök. Régió, mi ez? Szül ez az asszony? Azt kérdezem, szül-e? Ezt Terenciusz írta? Hát persze, akkor meg vagyunk mentve. Természetesen. Épp olyan klasszikus mű, mint az Amfitrion vagy a Fösvény. Folytassam? Nagyon kíváncsi vagyok. Abban a percben, amikor az állarcos szerelme szobája felé fut, erélyesen kopogtatnak az orvos ajtaján. Ki az? kérdezi. A törvény nevében nyissa ki. Belép az apagy rendőrrel és két rendőrségi tisztviselővel. Az orvos kénytelen beismerni, hogy két menekülőnek szállást adott, és az apa kijelenti, hogy azonnal magával viszi leányát. Az orvos elmondja neki, milyen állapotban van a beteg, amitől az apa dühbe gurul, mert sejtelmese volt róla, hogy a lánya várandós. Épp ekkor lép be az asszony szobájából az állarcos, de arcán az apai öröm kifejezését a rémületé váltja fel, amikor felismeri megszöktetett szerelme apját. Ez ráveti magát, és követeli, hogy tartóztassák le. A verekedés zajára, mely áthaladszik a szomszéd szobába, félájultan kitámolyog a szökevény asszony, és apja lába elé veti magát. Megfogadja, hogy szerelmét minden követni fogja, ha kell, a börtönbe is, mert a világ előtt férjének érzi őt. Az apa még erélyesebben követeli a rendőrtől, hogy tartóztassa le a csábítót, majd karjába veszi lányát, mert magával akarja vinni. Ekkor az állarcos ismeretlen odalép hozzá, és valahogy így végződik a felvonás, melynek utolsó jelentét fölvázoltam. Olvass el. Mondjuk az állarcos ismeretlent Robertsonnak nevezik, az apát Da hívják, leányát pedig Karolinnak. A jelenet. Robertson. De a Szilva vállára teszi kezét. Engedje el ezt az asszonyt. Karoline, apám, édesapám, ne vedd el tőlem Robertsont. Da szilva. a te Robertsonod, jöjjenek csak, nézzék meg, hadd tudja meg mindenki, ki az a Robertson, le az állarccal. Letépi Robertson állarcát, és most néz rá. Robertson, csend, a maga lánya nevében, a maga lánya érdekében, hallgasson! Úgy gondolom, folytatja Baden, hogy Robertson tüstént újra fölveszi a maszkot, így aztán az arca épp csak egy szempillantásig marad fedetlenül, és mint hogy épp szembefordult a közönséggel a nézőkön kívül, nem is tudhatja senki, hogy ki ő. És hogy van tovább? Így. De, Silva, nem bánom, legyen úgy, ne tudja senki, csak Karolin, hogy ki vagy. Karoline, szorongva. Nos, hát ki ő? Da Silva. Ez az ember, a lányához hajol sugva, ez az ember a hóhér. Karolin fölsikolt, összeesik. Nos, itt vége van az előjátéknak, mondta Bodem. Várjon csak, tűnődtem, mintha ismernék valamit, ami erősen hasonlít ehhez. Vagy tévednék? Nem, nem, már tudom. A Canon-géti krónika. Igaza van, eszembe sincs tagadni, hogy darabunkhoz Walter Scottnak ebből a regényéből kölcsönöztem az alapgondolatot. Idáig rendben is van. De hogyan folytatódik a dolog? Ami a regényben ezután történik, az már nem drámai anyag. Hát nem. Ezért úgy gondoltuk, hogy ettől kezdve a darab egészen más lesz, mint a regény. Helyes. De ha más lesz, akkor hogy gondolják a folytatást? Úgyhogy 26 évvel később folytatódik a darab. Ugyanabban a szobában vagyunk, a különbség csak az, hogy minden öregebb lett 26 évvel. A személyek, a bútorok, a festett tapéták. Az állarcos ismeretlen, akinek csak a közönség látta az arconásait, és akiről Da Silva azt a lánya fülébe, hogy a hóhér, sakkozik Grey doktorral. Az orvos felesége dolgozik. Richard, az előjátékbeli újszülött, állva ír, és Jenny, az orvos lánya nézi. Látja ez? Tetszik nekem. Jó ötlet, hogy mindenki 26 évvel öregebb. Nos, hogy megy tovább? A fenébe mondta Boden nem megy tovább. Hogy-hogy? Nem értem, mint csodálkozik. Ha egyedül is be tudnánk fejezni a darabot, akkor minek kellene nekünk maga? Belátom, de azért remélem, valamilyen halvány elképzelésük csak van a folytatásról. Van valami. Richard apja szem előtt nőtt törtetői az a célja, hogy képviselőnek válasszák, s mint hogy ebben a törekvésében Grey doktor tekintéje sokat segíthet rajta, úgy tesz, mintha szeretné a lányát. Itt színpadra vihetnénk egy angliai választás, ami biztosan érdekes lenne. És aztán... Ezt az aztánt magától várjuk. Nem gondolja, hogy nagyjából mindent tőlem várnak? Hát, majdnem, de remélem nem éjeszti el. Azt nem mondom, de pillanatnyilag a hetedik Károlyt írom, és ez úgy leköt, hogy nem bírnék mással foglalkozni. Annyi baj legyen, hisz nem még a ház. Időközben egyébként Gobó is, meg én is tovább törjük a fejünket. Csak annyit mondjon, hogy tetszik-e a dráma alapötlete. Tetszik. Akkor hát, miért hát visszaérkezett Párizsba, üljünk össze és csináljuk meg a vázlatot. Nem bánom, de van egy kikötésem. Halljuk. A darab a maguk nevét viseli. Én láthatatlan akarok maradni. Miért? Először is, mert maguké volt az ötlet. Azon kívül, mert elvem, hogy társszerzőként nem lépek a nyilvánosság elé. Akkor hadd legyünk mi ketten láthatatlanak. Nem, nem, szó sem lehet róla. Legyen így, majd ha ott tartunk, ráérünk eldönteni. Óhajtja a tiszteletdíj felét, Miért a felét? Hárman vagyunk. Nem maga vállalta a darab megírását? Ha akarják, szívesen vállalom, de akkor is csak harmad rész fogadok el. Ráérünk erről Párizsban vitatkozni. Helyes, de ne felejts el kikötéseimet. Ez szerint ma, július 24-én, a születésnapomon, Délután öt órakor megállapodtunk abban, hogy Gobó, maga meg én megírjuk a Richard darlington -t. Ma van a születésnapja? Hajnali négykor lettem 29 éves. Nagyszerű. Ez szerencsét jelent. Ezt kívánom önnek is. Maga mikor lesz Párizsban? Augusztus 15-én. Éppen jókor. Arra kérem, írja le egy papíron az előjáték vázlatát. Most? Minek? Mert én a találkozóra már a kész előjátékot akarom elhozni, és ami kész, azzal már nincs több dolog. Rendben van, ez is meg lesz. Most már csak egy utolsó szívességre szeretném megkérni. Mire? Arra, hogy ezentúl ne beszéljünk többet a Richard Darlingtonról. Legyen nyugodt, anélkül sem egy ki a fejemből akkor hát beszéljünk másról. Így is lett. E perctől fogva szóba se került a darab. Hallgattunk róla, nem úgy, mintha a világon sem volna, hanem úgy, mintha nem is kellene a világra hoznunk. Viszont szépen haladtam a munkámmal. Augusztus 10-én leírtam a négy utolsó versort. Mihelyt befejeztem a hetedik Károlyt, elolvastam elejétől végig. Mint mondtam, inkább utánzat volt, mint sem valóságos dráma, de a stílusát tekintem magasan fölötte állt a Krisztinának. A hetedik Károly viszont messze elmaradt a Krisztina mögött, ha a képzelet szányalását és az érzelmek drámaiságát hasonlítom össze. Minek maradtam volna tovább Trüvillben? Boden néhány nappal hamarabb lesz Párizsban, mint mi. Elbúcsúztunk a Garen családtól, Kifizettük a számlánkat Ozeri mamánál, és elindultunk Párizs felé. Bonesóz elkísért egészen Honflőrig. Szegény fiú. Alig tudott tőlünk elszakadni, mintha csak megérezte volna, hogy nem találkozunk többé. E nap postakocsiba ültünk Rouen felé.